történt ott. Erről beszámolni nem tudtam, hiszen nem voltam részese a rendezvénynek, amit Varga miniszter úrnak föl is róttam, hogy ha már ilyen összejövetel tartanak, akkor legközelebb azért szélesebb is lehetne a meghívottak köre. Például a kormányinfo résztvevőit is, hogy első kézből értesülhessenek, meghívhatnám. A helyzet az, hogy a tárca válaszolt a kérdésre, 25.881.533 forint volt a működési költség. Ezt a minisztérium teljes költségvetéséből spórolták meg, tehát a költségvetés megtakarításából fedezték. 2200 dolgozó számára nyílt meg a lehetőség, hogy együtt töltsenek egy órát, legalább. És a tárca még azt is hozzátette, hogy ezeknek a dolgozóknak a fizetése 2008 óta változatlan. Szkeptikus vagyok azzal, hogy ezt a pénzt egy órás mulatság keretében lehet-e felengedni. A másik kérdés az volt a Hír TV részéről, hogy az Országos Mentőszolgálatnál 2015. decemberétől az illetmény számfejtéssel problémák vannak, ami az illetmény számfejtés központosításával hozható összefüggésbe, mint ismeretes 2015. november 1-ével a Magyar Állam központosította az illetmények számfejtését a Magyar Államkincstárban. Egy új elektronikus rendszert fejlesztett ki, részben a bürokrácia csökkentése, részben a jó állam, részben az elektronikus kormányzás érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósult ez a számfejtő rendszer, és az a célunk, hogy minden állami szervezetnek a bérszámfejtése így történjen. 400-500 esetben volt probléma, ami részben összefüggésben volt az adatszolgáltatással, részben a rendszer beüzemelésével. Én a kincstárral folyamatosan kapcsolatban vagyok, és minden kormányinfo előtt tájékoztatást is kérek a kincstár elnökétől, hogy ez a probléma a rendszer beüzemelése hogyan alakult. Tudomásom szerint a helyzet javult, lényegében ma már a helyzet megoldódott, várom a visszajelzéseket, akár a mentőszolgálat munkatársaitól, akikről nyilván elnézést kérünk, hogyha nem kapták meg határidőre a fizetésüket, részben pedig a sajtó munkatársaitól is. Kaptam még egy cseles kérdést, ami próbára tette a memóriámat, és el is buktam a vizsgán. Ez a Vekerleter válása című kérdés volt. 5 év kormányzati munkából több száz törvényből és több ezer kormányrendeletből valóban nem tudok mindent fejből citálni, ezt nézzék el nekem. Azonban a kérdezőnek, Magyar Nemzet volt, hogy jól emlékszem fejből, a Magyar Nemzetnek a Vekerleter végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket is áttanulmányozva készítettünk egy 4 oldalas összefoglalót, amit a kormányinfo végén szeretnék átadni tételesen arról, hogy hogy áll a Vekerleternek a végrehajtása, amit reményeim szerint a élvezetes és közérdeklődésre számot tartó tudósításaiban fog tudni jól használni. Azt hiszem, hogy ennyi volt.